elképesztő hazugságról hullik le a lepel, ugyanis a kormány azt harsogta az elmúlt napokban, hogy ha kell, akkor a déli határtól egészen Brüsszelig fogja buszoztatni a migránsokat. Ehhez képest az derül ki, hogy a Győr-Moson vármegyei Vitnyét településen migráns szállót építenek. A napokban jártunk ott, és láttuk, hogy nagy kerítéssel, jelentős rendőri erővel őrzik a területet. Teljes titokban végzik ezeket a munkálatokat. A helyiek érthető okokból félnek, féltik a gyerekeiket, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom ezt teljes mértékben felháborítónak tartja, és tiltakozik az ellen, hogy Vitnyéden migráns tábor épüljön. A tisztánlátás kedvéért le kell szögezni, hogy itt most nem vendégmunkásokról van szó. Persze a gombamódra szaporodó vendégmunkás szállók és a Magyarországra áramló vendégmunkások is ugyanolyan probléma, és ugyanúgy nem tudjuk elfogadni, de itt most nem ilyen migránsokról van szó, hanem azokról a migránsokról, akik a déli határon jönnek illegálisan. Úgyhogy szavakat is nehéz találni rá, hogy mennyire felháborító ez az eset, ugyanis az elmúlt években arról szólt a kormány kommunikációja, hogy ellenzi az illegális migrációt. Ehhez képest, még egyszer mondom, a lakosság teljes kizárásával, teljes titokban építik ezt a migránsszállót. A Mi Hazánk mozgalom nyomatékosan felszólítja a kormányt még egyszer, hogy ne legyen migránsszálló Vitnyéden, és arról is szeretném tájékoztatni a sajtót, hogy a következő hetekben a betyársereg demonstrációt fog tartani a készülő migránstábor mellett. Ezt a tüntetést a Mi Hazánk mozgalom természetesen támogatja, és hogyha itt tényleg migránstábor lesz, nem tesz le a kormány erről a tervéről, akkor azt ígérhetjük, hogy a nemzeti ellenállás ezt nem fogja tétlenül nézni.